Az U19-es labdarúgó csapat a második helyezett Koppány Monostor együttesét fogadta november 17-én. Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott bábolnai és monostori akciókkal. A második játékrész közepére ifistáink már kissé elfáradtak, így a vendégek uralták a játékot. Bábolna ese U19, Koppány Monostori ese U19, 2-3. Két hete játszottatok utoljára idehaza, ugye Nagy Igmánd ellen, ezt az ominózus 2-2-es döntetlen, ma pedig élvonalbeli csapat érkezett hozzátok. Ha jól láttam a tabellán, ők a második helyezettek, és azért ugye a Koppány Monostor elég színvonalasan is játszott. Ehhez képest elég jól felvettétek a küzdelmet, bár azért azt láttam, hogy két felnőtt játékos, aki még ifista korú, most ezúttal vissza tudott játszani a csapatba. Igen, és ezúton is köszönhet a felnőtt csapatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a két játékost, hiszen igazából nálunk ugye két ötsárgás játékos volt, akik nem játszhattak ezen a mérkőzésen, ezért is a Halko Miklós és Orváth Dominik játszott lent, ők segítették a játékunkat. Én azt gondolom, hogy az első fél időben nagyon sokat tettek is, hiszen középen játszottak, de a második fél időre egy kicsit ők is elfáradtak, és onnantól kezdve volt egy valamivel nehezebb dolgunk. Én azt gondolom, hogy a mérkőzés képe alapján, hogy teljesen partiba voltunk ezzel a Koppány Monostori csapattal, nem volt látható a tabellán elhelyezett helyezések, hiszen talán a lehetőségek alapján, főleg az első fél időben nekünk volt több. Én azt gondolom, hogy labdabirtoklásban is odáig egész jók voltunk. A második fél idő közepe felé törtünk meg inkább, ott elfáradt a középpályánk, és onnantól kezdve talán többet vezettek támadást. Ma azt gondolom, hogy talán egy kicsit én a döntetlennek reálisabbnak láttam volna a meccskép alapján, de hát ilyen labdarúgás ebben nincsen, ha meg valami, meg ez az, meg amaz, tehát sajnos ők rúgták a több gólt, és így a mérkőzést lehozták a végén. Igen, meg is volt a lehetőség, még itt a végén is az egyenlítésre volt egy gólhelyzet, gyanús akció, egy fejes, amit megfogott a kapus, akár az is bemertett volna. Tehát valóban azért nem voltatok meglepve attól, hogy a Koppány Monostor támadott, ugyanúgy visszatámadtatok. Tehát ez azért elég komoly fizikai igénybevétel a játékosoknak. Igen, elég sokat dolgoznak ezért. Én azt gondolom, pont ezt mondtam el, hogy ha vagyunk 11-en vagy 12-en a csapatban is, akkor is az a 11-12 játékos általában edzésen megjelenik a magja az U19-es csapatnak, sőt vannak, akik ugye feledzenek a felnőtt csapathoz is, vagy a csapatnál is, és igazából én azt gondolom, hogy játékban is rengeteget alakultunk, és azt kell mondjam, hogy megint csak akaratban ott voltak a srácok, és ezúton is azt gondolom, hogy dicséret nekik, hiszen akartak, küzdöttek, mentek, hajtottak. Nem látszott ez, hogy ők mondjuk másodikak lettek volna. Én azt gondolom, hogy ha egy picikét szerencsésebbek vagyunk, akkor akár egy jobb eredmény is kialakulhatott volna. Ennek ellenére azt mondom, hogy mindig mentünk az eredmény után. Tehát a meccsben mindig az volt, hogy 2-0 után 2-1-re visszajöttünk, 2-1 után kaptunk egy harmadikat, harmadik után megindultunk egy másodikat, és megint próbáltunk utána menni. Tehát onnantól kezdve, hogy picit partiba
lett volna a meccs, akkor biztos, hogy mentálisan is egy kicsit jobban bele tudtunk volna szállni, és akkor még erősebben tudtunk volna játszani. Mondtad, hogy nagyon jó a küzdőszellem. Én egy kicsit azt vettem észre, mintha a párharcokban lennénk egy kicsit gyámoltalanabbak, hogy így fejezzem ki magam. Tehát ott lehetne egy kicsit keményebb egy-egy játékos. Hát ez igen, valóban, bár én azt mondom, hogy fizikálisan sem minden játékosunk olyan, ami ennek egy 19 éves játékosnak kellene lennie, vagy növésben nem vagyunk még ott, tehát nem magasságban nem vagyunk ott, testi erőben sem, tehát felső testben sem olyan erősek a játékosaink, és így könnyebben nyerik meg a párharcokat ellenünk. Antól függetlenül, hogy próbálkoznak, akarnának, de sajnos ugye fizikálisan nem nincsenek ott, és ezért nagyon könnyen nyernek ellenünk pár harcot. Ebben nehéz alakítani, majd megpróbálunk mindenképp edzésen is ezen dolgozni. Én inkább valamilyen szinten most a vége felé már visszatámadásokkal voltam egy kicsit elégedetlenebb, mert többször, amikor visszatámadtunk a szélső védőknél, akkor többször zavarba hoztuk őket, és labdát tudtunk már fönt szerezni. Elmaradt. Bár hozzáteszem azt, hogy jóval könnyebb egy olyan csapathoz beszállni, ahol, vagy csapatnak, ahol tudnak hatot frissíteni, hatot vagy hetet. Annak ellenére mi egyet tudtunk, és ez azért látszott is, míg mi elfáradtunk a középpályán, ők folyamatosan frissítettek. Tehát bejött egy friss játékos, és hiába volt ott egy felnőtt, ő is ugyanúgy elfárad egy 60-70 perc után. A felnőtt bajnokságban hétvégén befejeződik az őszi szezon, számotokra azonban végig van egy mérkőzés idegenben. Igen, megyünk Vértes Somlóra, nem lesz egy egyszerű mérkőzés, hiszen ők is az elején vannak a tabellának, bár attól függetlenül ugye nagy valószínűséggel az ottani összes felnőtt játékos vissza tud játszani, tehát az 4 játékos, és de hát ugye a Vértesomlónak is vége a bajnokságnak, tehát igazából szerintem egy jó mérkőzésre lesz majd kilátás. Bár ott Vértesomlón eddig is ugyanúgy visszajátszottak a játékosok, tehát nem megyünk oda se feltartott kézzel. Én azt gondolom, hogy ha ebben az idényben, itt az idény vége felé azt a célt, amit el kellett érnünk, vagy azt, amit próbálkoztunk elérni, hogy valóban ez a küzdőszellem, ez az akarat és ez a játék, amit most ez alatt a fél évben dolgozunk, ez visszalátható legyen, akkor elértük azt a kis célt, amit szerettünk volna, és eredményességben reméljük, hogy majd a jövőben még jobbak lesznek a játékosok. Mert anyának létszél, tudod, aztán a számát.